egy nagyon nagy megtiszteltetés és egy végtelenül komoly elszántságot igénylő feladat. Saját bevallása szerint ez volt az első gondolata Berlinger Attilának, amikor decemberben Ácsázső polgármester felkérte a Babics Kulturális Központ igazgatói feladatáinak ellátására. Az új igazgató azt mondta, előnye, hogy jelentős kapcsolatrendszer van a háta mögött, köszönhetően az elmúlt évek munkájának. A ház és önmaga terveidől szólva kiemelte, már a Covid járvány sok mindent befolyásolhat, már folyik a tervezése az idei esztendőnek. Most fogunk tudni olyan feltételes szerződéseket kötni fellépőkre, műsorokra, amelyek a rajtunk kívül álló okok miatt meghiúsul, minden bizonyal kezelhetőek. Tehát óvatosan fogunk ezzel bánni, de a másik oldal is ugyanolyan óvatosan kezeli. Tehát a mai világban leszerződtetni most egy komoly koncertet, a fellépő részéről is bizonytalanság, nem csak arra gondolok, hogy hirtelen ők is megbetegedhetnek és nem tudnak eljönni ilyen viszmajor esetekre, hanem mindenki óvatosan fog ezt, ezt kezelni az egész országban. Tehát elindult természetesen, van most is koncepció születi napokra, pünkösdi fesztiválra, csak ugye két nagy rendezvényt említek. Berlinger Attila úgy gondolja, mindenképpen szeretnék folytatni azokat a hagyományokat, melyek meghatározó intézményi emelték a Babicsot az elmúlt öt évtizedben.